Gazos telekből lett gyönyörű kerté ez a nyírtelek határában fekvő terület. A kert ma már négyezer levendulatő és több tízezer tulipán otthona. A területet 2018-ban vásárolta meg egy nyíregyházi házaspár, akik közösségi térként is gondolnak erre a környezetre. Emellett az itt leszüretelt levendula, az általuk készített szörpök és lekvárok alapanyaga is egyben. A kert a soron következő gazdatúra elnevezésű program helyszíne volt, melyet a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum szervezett immár hatodik alkalommal. Célja pedig, hogy összefogja és egymással megismertesse a helyi termelők, szolgáltatók, kézművesek munkáját. Rendszeresen vannak gazdatúrák, ahol megismerjük egymás gazdaságát, bele látunk műhelytitkokba, akár egy marketing tanácsadás, akár egy termelési tanácsadást kapunk egymástól, és ez szerintem nagyon fontos, hogy különböző iparágak találkozzanak úgymond ebben a szervezetben, és sok érdekes információt tudhatunk meg egymásról. A gazdatúrák mellett több ingyenes rendezvényt, árusítási és promóciós lehetőséget is biztosít a Nyíregyházi Foglalkoztatási Paktum. A programnak köszönhető, hogy a helyi termékek és szolgáltatások fejlesztése érdekében egy elektronikus katasztert hoztak létre, ahová kistermelők, szolgáltatók, kézművesek regisztrálhatnak. Az elektronikus kataszterünk a helyi termék, a oldalon érhető le, érhető, le, és folyamatosan várjuk a csatlakozni kívánó kézművesek, biogazdák, akár nem biogazdák, szolgáltatók jelentkezését. Jelen állapotban 190 regisztrált tagunk van, és többek között tünde is, ahol most a kertben vagyunk, tündék és regisztrált tagunk. Úgyhogy mi nagyon szeretnénk, ha egyre többen csatlakoznának, és várjuk a szolgáltatók jelentkezését. Fontos feltétel, hogy a cégek bejegyzett telephelye vagy székhelye nyíregyházán, illetve annak 25 km vonzás körzetében legyen. A honlapon a regisztrált helyi termelőkről bővebb információt is megtudhatnak az érdeklődők.